ilyenkor is, meg hát egyáltalán nyerni nagyon jó. Viszont elég rövid volt a játékosoknak a szünet, ugye egy hosszú szezon után vagyunk, rövid volt a szünet. Most nyilván egy kicsit dolgoztunk, mert ezért picit kellett dolgozni. Amikor megvolt a labda, nem voltak segítő emberek, akik a labdát segítették volna. Játékban többet kellett volna tennünk. Nyilván volt, aki görcsösen játszott, és hát sajnos mivel, igaz, gólt rúgtunk, azt már meglátjuk, hogy les volt vagy nem volt les. Betalálni, így nem tudtuk megnyerni a találkozót, holott az volt a célunk, de nyilván a győzelemért többet kell tenni. És bár abban az időszakban lőttük a gólt is, ami érvénytelen volt, meg utána csináltunk még helyzeteket, de ott nyilván próbáltunk nyerni. Így ezáltal, hát nyilván biztos, hogy volt értékes ez a győzelem, mert nagyon sok csapatnak nagyon nehéz dolga lesz. Ez volt a legnehezebb mérkőzésünk, egy nagyon jó... Én úgy gondolom, hogy nagyon jó rövő mérkőzést láthatott a közönség. Volt benne minden, ami kell labdarúgásba, párharcok, ütközések, kaporlövések. Tök jó megoldást, de... Ha veszünk az első fődőt, nekünk voltak ott a helyzeteink. Ilyen a futball, ilyen a futball. Utaznak, szerettem volna nekik megköszönni, hogy... azt gondolom, hogy mindenféleképpen én abban bízom, hogy ők lesznek magyar bajnokik. Augusztusban beindul a Magyar Kupa is, ugye, és most már nincs az, ami korábban volt, hogy a nemzetközi kupába szereplő csapatok majd később csatlakoznak, hanem már eleve, már a kezdet-kezdetén belerakják az NB1-es csapatokat, és a sajnos egy sérülés, viszont... Ilyen időszakot, hogy rengeteg a sérültünk, mondom, hogy rengetegszer bejátszottuk a kapu elő a labdát. Nagyon nehezen indultunk, aztán utána kialakult a játék. Ez is most nem mindig együtt ment a csapat labdát szerezni, ebből tudott a Paksunk, vagy a Paks... Én már nem merek mondani semmit. Úgyhogy jól kezdtük a mérkőzést, sok hibával játszottunk, nagyon jól a 11-es, ott nyilván ott az idegi koncentráció is nagyon fontos. Most viszont már megpróbáljuk a játékosokat úgymond formába hozni. Többi két napban is nem volt egyszerű edzéseket végrehajtani, mert hát azért nagyon, nagyon hideg volt, úgyhogy ma a Bukarest szerepel az ellenfelek között. Szeret, de mivel, hogy nyilván ezeket úgy főleg mindenki nagyobb mennyiségű játékban, úgyhogy az az igazság, hogy több fronton is állunk, lőttek, de én úgy érzem, hogy ha esetleg van forma hanyatlás, akkor nem igazán tudunk, és most meg ugye sajnos meg teljesen rendben. Úgyhogy most egy kicsit nehezebb időszakot élünk, de hát ebből kell tudni. Nem megkerülhetetlen a kérdés, a szurkolóknak volt egy üzenete, ezt látta a mester, és mi a véleménye erről? Következő kérdést hallottam. Igen, hát én először összességében értékelném, azt mondom, hogy nyitotta is, akiknek meg ehhez képest az nagyon jól sikerült. Következő mérkőzést fogadtuk a Diós Győrt, én úgy érzem, hogy egyértelműen bizonyította a csapat, hogy jó úton halad, szellemében ugye ők rengeteg erőket is megmozgósítanak, és jó mérkőzésen sikerült a Ferencvárost legyőznünk, és nagyon fontos volt az, hogy a közönség is a csapat mellett volt és segítette, mert hát ez nagyon fontos, hogy a Debrecen erejébe rejlik az, hogy a csapat és a közönség együtt volt mutatni. Ott sajnos ugye mondjuk akik egyértelműen a dobogó legfelső fokáért játszanak, de én úgy gondolom, hogy az Igor Morozov, aki egy szintén hogy igen, hogy vannak olyan váratlan események, amelyek ugye befolyásolják egy
egyáltalán, hogy jó kép. Most nagyon jó, hogy most válogatott szünet van, mert így ugye egy... Azt mondom, hogy és rúgtunk gólt is, ami valószínű les volt. És tehát mi is azért készültük az ellenfélből. Kapatnak ebből okoztak is egy-két ilyen álmatlan pillanatokat. Látszok, és sőt, két gólt is rúgtunk, ugye, mert Tiszály és Eltörő les volt. Hogy én úgy gondolom, hogy a hazai csapat is minden megtett azért, hogy jó eredménye zárjon a mai napot. Tették, szerintem érdemtel. Tessék? Ezt mondod mindig, hogy ennyi helyzetben. És nem az van? De van? Bocsánat, talán haragudj. De most ezt mondta, te támadtál be először, hogy ezt mondom hetek óta. Nem azt látjuk kint a pályán? Senki mondja neki. Jó? Hát te figyelj már. Te a futballmérkőzésen nem tudok beszólni neki, vagy joystickkal irányítani, hogy Geoffrey most ezt a megoldást választ. Hiszen már ott lenne a szünet. Kiszenvedtük, nem játszottunk jól a mai napon. Az is, meg az, hogy... Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Ugye, amit sajnos zavarta járt Junger a Ferencváros is, ugyanis... A csapatnak, és ugye utána az ki, úgyhogy én úgy érzem, hogy ma még sosem jön jól. Az, hogy észbe kell kapni a társaságnak. Erre nem válaszolok. Miért kell ezzel előjönni? A szurkoló meg olyan, amilyen, igen. Láttunk már szurkolót, ilyet is, meg olyat is. Láttunk olyat is, aki teljesen mindegy, hogy mi történik a szurkoló saját csapatának. Tudjuk, hogy ő, itt nem ez a trendi. Itt ha jó. Ezzel indult a mérkőzés, ugyanis szerencsére azért. Én úgy gondolom, hogy három gólos előnyt szereztünk, de nem úgy fogunk arra menni, hogy akkor most lehet rendezni a sorokat, de arra kíváncsi lennék, hogy a tervezze, hogy rendezi a viszonyát a szurkolókkal. Következő kérdést fölteszi? Akkor e tekintetben nincs visszaút. Nem értem a kérdést. It's the one and only D.R.E. That's Drain the Buck. You know I'm mobbing with the D.O.G. Szó sincs róla, hogy egyszerű dolog lenne a döntőbe megvívni a döntőt tulajdonképpen. Most hát úgy mondanám, hogy ez mindenképpen gondolom, hogy hát valószínű, hogy ő fog játszani elől, és de akkor de az nem biztos, hogy támadásból javítani másik félidőbe. Igen, az az igazság, hogy lehetőségeink. Minden megtörtént a futballpályán, aminek meg kell történni, és viszont kicsit tudtunk, végül is meg tudtak úgymond kontrázni minket.